Tobias Moretti, Haas van der Péter. Karl Markovics, Vég Péter, Wolf Bachhoffner, Gesztesi Károly. Gerhard Cémann, Orosz István. Fritz Muliár, Tolnai Miklós. Rex felügyelő. Vérnyomok. Írta Péter Hájek és Péter Mózer. Rendezte Udo Witte. Itt a 2309-es vonat. Itt vagyok a 32-es kilométernél. Egy ismeretlen szemét elgázoltam. Nem mintha szükségem lenne erre a pénzre. Csak éppen szeretném, ha ápolt és gondozott lenne. Még mielőtt végképp összedőlne. Ezért is keresek valakit, akinek bérbe adhatnám a helyiséget. És ön miért keres másik lakást? A tulajdonos megszüntette a bérletet. Szerintem el akarja adni. Annyi pénzem pedig nincs. Nem akarok eladósodni. Egyes bérlők kész romhalmazt hagynak maguk után. Pillanatnyilag nincs sok szabad időm. De megígérem önnek, hogy mihamarabb rendbe hozom. Hát igen, ez már nem lesz fiatalabb. A feleségem és én 30 évig éltünk itt. De már túlságosan sok munka van a házzal. Így hát inkább otthonba költözünk. Mm. Legalább szép hely? Egy fenét. Szóval... megbeszélhetnénk a bérleti díjat? Persze. Nem tudnál 5 percre egyedül hagyni? Ez a kutya a magáj? Igen, miatta keresek kertes házat. Itt jobban érezné magát. Sajnálom, de kutyatartónak nem adom ki. Hogy? Miért nem? Ez egy szakszerűen kiképzett kutya, még soha semmit nem tett tönkre. Pontosan ezt mondta az előző bérlő is. A kutyája pedig felásta az egész kertet. De hát ő még soha életében nem ásott, ezt garantálhatom önnek. Sajnálom. Kár a szóért. Viszontlátásra, Mózer úr. Megmondaná a kutyájának, hogy hagyja el a házat? Rex, gyere onnan! Nagyon engedelmes. Sosem csinál ilyet, szófogadó. Elzárta a gáztűzhelyet? Na te, ezt majdnem elszúrtad, mi? Nyugi, vicceltem. Most van egy házikónk. Igen, Mózer. Szervusz, Richard, Leo vagyok. Á, Leo. Van egy ismeretlen hullánk, a vasúti töltésen találták. Már is megyek. Szervusz, Leo. Szervusz, Richard. Na, találtatok már valami új lakást? Méghozzá kertes házat, de azt hiszem nem ez a nap híre, igaz? Igen, sajnos igaz. Ma reggel 3:30-kor ez a férfi a vonat elé vetette magát. Kezdetben öngyilkosságra gondoltunk, de sajnos nem az volt. A férfit a sínre fektették. Kérlek, nézd meg az arcát, már ami maradt belőle. Tudod, hogy néz ki egy ember, akit elütött a vonat?
Meyer úr, kérem, legyen olyan kedves átvinni a másik helyiségbe. Mit mondott a mozdonyvezető? A férfi élettelenül feküdt a sínek között. A mozdonyvezető megpróbálta a vészfékkel megállítani a vonatot, de sajnos hiába. Tudjuk már, ki az áldozat? Nem, nem voltak nála iratok. A testén sincs semmi forradás vagy ilyesmi. A robogó vonat levágta a végtagjait, de azok elhelyezkedése a sínek mellett egyáltalán nem tipikus. Tehát az a véleményed, hogy a férfit eszméletlenül rakták a sínekre? Hmm, már halott volt. Úgy satszolom, hogy 1-2 órával előtte halt meg. Biztos vagy benne? Igen. Egy ember halálakor leáll a légzés, és megszűnik a keringés. Erre lehet következtetni az izmok állapotából, a szövetek épségéből, emellett a karon lévő hullafoltokból, de az izmok mechanikus ingerkeltésével megállapítható a halál beálltának körülbelüli ide. Ezt egyáltalán nem tudtam. Kösz szépen! Itt volt a férfi, vagy legalábbis ami megmaradt belőle. Rex majd megtalálja nekünk a helyet, ahol a sínekre fektették. Rex, gyere ide! És most hogyan tovább? Ha már halott volt, valakinek ide kellett hurcolnia. Talán itt tölték meg, és utána fektették a vágányokra. De már 1-2 órája halott volt, mikor a vonat átment rajta. Vonat fél óránként jár erre. Miért vált volna a gyilkos olyan sokáig? Te megint többet tudsz, mint én. A telefonban csak annyit mondtál, hogy gyilkosság történt, és hogy jöjjek ide. Amúgy örülök, hogy végre találtál egy kertes házat. Rex! A halottnak egyébként nem voltak papírjai. Ez minden második hullánál így van. És ha esetleg elveszítette? Akkor valószínűleg időt nyerünk, mert először a személyét kell kiderítenünk. Azonban túl sok esélyt nem látok rá, hogy megtaláljuk. Oda néz. Vér. Vegyél mintát belőle. Mi az, Rex? Hm? Mit találtál? Látom. Stoki! A hullát itt rakták ki, és vitték a töltésre. 2:07. 3:30-kor ütött el a vonat, legalább 1 órája halott volt. Akkor ez lehetett a gyilkosság időpontja. 10 éves a Neumann kávézó. Teli találat. A rendőrségtől vannak, készített valamit. Menjenek! Rex! Lehetséges, hogy a kutyája elvett egy szalámi zsömbét? Mit? Nem szereti a szalámi zsömbét. Tehetek önökért még valamit? Ismerős. Ismerős ez az óra. A hátoldalába belegravírozták, 10 éves a Neumann kávézó. Persze, hogy ismerem. Ez az óra Herberté. Mármint Herbert Walneré. Mi történt vele? Miért? Van valami oka, hogy történjen vele valami? Nincs. Mikor látta utoljára Herbert Walnert? Tegnap éjjel a standnál. Mikor szokott zárni? 2-kor. Kicsivel hamarabb. Mikor a pénzt elviszik? Herbert 2-kor zár. Ő más tállít? Egy férfit találtunk a síneken, akit ebben az időpontban vittek oda. Herbert Walner nagy valószínűséggel halott. Herbert halott? Itt van pár mosott ing Herbertnek. Szüksége van rá, ha ilyen sokáig marad nálad. A többit vigye el saját maga. Másért már nem érdemes hazajönnie. Ez egyszer tényleg vége. Walnerné? Igen? A neve Moser, ez itt a kollégám Stockinger. Bűnügyi rendőrség, jó napot. És mit akarnak?
A férjét tegnap elütött egy vonat. Mi? Hogy egy vonat? Sajnálom. Ma hajnalban egy eddig ismeretlen férfit találtunk. Biztos, hogy nem ő az. Ez az óra a töltésen feküdt. Kérem, nyugodjon meg. Ön tegnap este még látta. Szokatlanul viselkedett. Veszekedett valamelyik vendéggel, vagy ilyesmi? Olyan volt, mint máskor. Én röviddel kettő előtt elmentem. Wallnerné, van esetleg egy fénykép a férjéről? Talán kérdezze meg tőle. Megmondtam neki. Ha nem szakít vele, akkor maradjon végleg nála. Tehát, Neumann asszony, mikor ment el Wallner úr? Kettőkor, pontosan. Mindig egyenesen hazamegy. Gyalog. Itt lakik a közelben. Mindig ugyanazon az útvonalon megy? Persze. A kávézótól a házáig nincsen sok lehetőség. Mindig a legrövidebb utat választja. Összetudná nekem írni az utcáknak a nevét, amiket érintett? Természetesen, de miért? Talán találunk egy hajléktalant, aki esetleg látta. Van esetleg egy ruhadarabja tőle? Igen, a zakója. Megkaphatnám. Tessék. Köszönöm. Asszonyom, tegnap este volt valahol zárás után? Miután bezártam a kávézót, hazamentem. Itt lakom közel. Önné a kávézó? Igen, a válásom óta egyedül vezetem. Nappal én vagyok, éjjel pedig Herbert. Még egy kérdés, Wallnerné. Volt a férjének esetleg ellensége? Nem. Nem. Viszontlátásra. Na. Wallnerné féltékeny majmondra, nem úgy látod? Okos. Na gyerünk. De valami még hiányzik. Nem is rossz ez a kis kávézó, de még visszajöhetnénk. Kávézótól idáig ez úgy 7 perc. Ez annyit jelent, hogy ma hajnali 2 óra 7 perckor valahol itt kellett lennie. Remek. És most mit csinálunk? Tanúkat keresünk? Várj egy kicsit, Toki. Nézzünk szét. Talán találunk valamit. Esték, vagy akármi más. Hívd a nyombiztosítókat. Igen. Itt Stockinger. Szükségem van nyombiztosítóra. Mi az, hogy Walter szabadságon van? Akkor Koplátkó jöjjön. Igen. Jó, igen. Jó. Stocki? Igen. Mi az? Ide nézz. Tudod mi ez? Ez azt jelenti, hogy Wallnert halálra gázolták egy zöld autóval. Ha megtaláljuk a kocsit, megvan a gyilkos is. Gyere,
már ki. Inni. Hogy a fenébe vezette ezt az autót? Hogy érted? Az ember egy ilyen drága kocsiban legalább vezetni tudjon. Annyit tudok, amennyit elmondott. Neki ment a garázs annál egy betonoszlopnak. És rögtön tolatva is eltalálta. Te ide figyelj! A megrendelőnek nem kell számla a munkáról, érted? Nekem tök mindegy, hogy jól vezete vagy rosszul. És most javíts tovább a korvettet. Már megint tiszta stresszben dolgozhatok. Nem én tehetek róla, ha mindenki Szabira ment. Panaszkodj a szakszervezetnek. Rendben, megmondom neki. Köszönöm, Leo. Szervusz. Jó sokáig el voltatok. Kirándultatok egyet a zöldben, vagy mi? Nem zöldben, zöld miatt. A félvárost bejártuk Rexel, ráadásul ez a hőség. Köszi. Elküldöm Wallner fotóját a törvényszéki orvosnak. Talán Gráf doktor tud vele kezdeni valamit. Találtatok valami újat? Ismerjük a halott személy azonosságát. És azt is, hogy a belvárosban gázolta el egy zöld autó. Valószínűleg a vezető vitte ki a sínekre. Egyébként Gráf doktor nemrégen telefonált. A hullán apró festékmaradványokat talált. Azt mi is találtunk, a laborban van. Remélhetőleg egyezik. De még ennél is jobbat találtunk. Erről minden bizonnyal megmondják a kereskedők. Milyen típusú autó volt? Megyek, intézkedem. Stocki, ellenőriz Neumann és Wallnerné autójának színét. Így, és most kapsz egy extra kekszet a remek munkádért. És velem mi lesz? Én is egész nap dolgoztam. Köszi. Ettől tartottam. A két nő autójának a színe egészen különböző. Talán kölcsön kapták valakitől. Ismerőstől, rokontól, vendégtől. Mm-hmm. Jó, minden esetre az autó márkáját megtudhatjuk, a körbe telefonálom a kereskedőket. Most 5 óra van, mára már bezártak. Akkor majd holnap. Van még abból a kecből? Ebből? Persze, kér tőle. Tovább tartott a rakodás. Nem baj, semmi gond. Mi van, ha én most elmegyek? Persze, menj csak. De ne gyere túl későn vissza. Készen van a kocsi? Hogy? Mondtam már, hogy jó pár napig eltart. Újra kell fényezni. Majd felhívom, a kész. Nem sürgős. Majd máskor érte jövök. Jó. De ne felejtsen el pénzt hozni. Princ úr. Mit jelentsen ez? Honnan tudja a nevemet? A biztosítótól. Nyomatékosan megkértem, hagyjuk a biztosítót. Készpénzzel fizetek. Én is így gondolom. Megnéztem a sárvédőt. Vérnyomok vannak rajta. Igen, és? Elütöttem egy őzet. Tényleg? Nem azt mondta, hogy neki ment a garázsfalnak. Persze, akár fel is jelenthetném a rendőrségen. Mit akar tőlem? Nem sokat. Talán... Talán egy ilyen szép autót, mint ez. Tudja mit? Mondjuk 1 milliót. És visszakapja a régi sárvédőjét. Maga zsaroló. Mit hisz egyáltalán? Ezzel az autóval elütöttek egy embert, aki meghalt. Részeg volt, mi? Ha akarja.
köztünk marad. Tud még valaki a dologról? Nem. Rajta kívül senki. Alaposan megvizsgáltam Rexet. Teljesen egészséges. Van valami panasz? Nem eszik, vagy ilyesmi? Nem, ez még sohasem fordult elő vele. Ha jól emlékszem, maguk nemrég voltak védőoltáson. Úgyis erre jártunk a ház bérlése miatt. És megkapta? Igen. Nem volt túl egyszerű. Minden esetre van egy új paciense. A kutya makkegészséges. Ha esetleg látni akar, nem muszáj a kutyát magával cipelnie. Akkor talán elmehetnénk... Igen? Vacsorázni. Talán. Szia, Rex! Ahogy már mondtam, egy BMW 3-as zöld sorozat. BMW, mikor vitték a műhelyébe? A kocsi elől össze van törve. Igen, egyezik, már is megyünk. A jobb oldala. Igen. E. Neve. Neve és címe. Igen. Köszönöm. Igen, ha a kocsit odaviszik, kérem, értesítsen bennünket. Köszönöm, viszontlátásra. Írja fel a nevét és a címét. Igen, várom. Igen. Köszi. Szóval, ahogy megbeszéltük, igen, akkor igen, hívja. Stimmel, de a sárvédő nincs össze. Köszönöm. Igen. Rendben, azért megnézzük az autót. Köszönöm. Hány autóra illik a leírás? Nálam 2, 3, 4, 5... Én 10-et találtam, de még egy pár műhelyt felhívok. Minden egyes autót meg kell néznünk. A labor szerint a hullán talált laxilánk egyezik azzal, amit az úton találtunk. Jut eszembe a boncolási lelet. Itt van. Graf doktor szerint Wallner a gázolás következtében halálos sérülést szenvedett. A koponyán lévő törések és repedések azt mutatják, hogy a kocsi hátulról ütötte el. Megtudhatjuk ebből, hogy milyen magasan van a sérülés a járművön, tudni, hogy Graf megmérte a hullán a távolságot a talpától a koponyáig. A koponyáig. Jó étvágyat. Köszi. De figyelj, mi csak a hivatalos javítóműhelyeket hívtuk fel. Igen, de még nem volt idő az összesre. Természetesen a többit is fel kell hívnunk, a nem hivatalosakat. Nem kell sokat kérdezni, csak hogy fényeztek-e újra sérült járművet. Nézz utána a lopottak közt. A lopott járművek? Felírva. Egy vendég a Neumann kávéházból mondta, hogy a főnök asszony Wallnerrel... Na és? Talán a nő volt a tettes, de hogy én ezt mindig is sejtettem. És miért? A féltékenység, vagy... Wallner nére. És miért nem ölte meg azonnal? De ezt neked kell kiderítened. Te ismered olyan jól a nőket. A te engedélyeddel. Azért ellenőrizd Neumann kocsiját. Te, Rex, adnál nekem egy zsömlét? Na, most revansot vesz, amiért tegnap befaltad az összes kekszét. Na, most mi van? Hogy érted? Ja, vagy úgy? Megyek a gépjármű felderítésre. Töllerer, ebéd idő van? Jó, jó. Azt hittem, fényeznem is kell az autót. Nem, nem, majd én magam megcsinálom. Csinos jószág, mi? Á. Nekem is kéne egy ilyen. Elvihetem ma este a teherautót? Nem, a főnök direkt megkért, hogy a Tigert ne használjuk magáncélra. Különben is spórolj, és vehetsz magadnak saját járgányt. Szia! Amit ebből a pénzből vehetnék, nem tud érdekelni. Rohadt telefon. Tessék, szervíz! Rendőrség?
Egy BMW Cabrio? Nem. Egyáltalán nincs BMW-nk. Viszhallás. Jó napot, Neumann asszony. Üdvözlöm. Tudnak már valamit szegény Herbertről? Igen, már egy kicsivel többet. Wallner urat hazafelé menet, egyébként nem messze innen, egy autó elütötte, és valószínűleg halálra gázolta. És talán valaki szándékosan tette? A gázolásra gondolok. Lehetséges. Ugyanazzal a kocsival elvitték a töltésre, és a sinekre fektették. Öngyilkosságnak álcázva, személy azonosságát elrejtve. De miért tesz ilyet valaki? Féltékenységből... Marhasság. Egyébként kérte Wallner úrtól, hogy váljon el a feleségétől? Egy törzsvendég állította. Herbertet régebb óta ismertem, még mielőtt a feleségével összejött volna. Akkor én voltam házas, és amikor végre elváltam, ő már elvette Gertit. Szóval nem akarta, hogy elváljon? Senki sem állhatott Herbert és én közém. Ez nem lehetett oka a halálának. Az ex-férje nem lelkesedhetett túlzottan a viszonyukért. Igen, és? Neki egy zöld BMW-je van, és egy ilyen autó ütötte el Wallner urat. Megkérdezhetném, hol van a gépkocsi? Spanyolországban. Az ex-férjem ott nyaral. Tessék a telefonszáma. Bármikor felhívhatja. Marha jó munka volt. 11 autójavítót megnéztem, és... Remek. Megint magamba beszélek. Köszi. Hol voltál eddig? Ha nem az orrom elől kaparintottad volna meg a parkolóhelyet, már rég itt lennék. Tudsz valamit a zöld BMW-ről? De még mennyit? Egyik sem passzol Graf doktor leírásához. Valamennyi le volt fényezve, és ki volt javítva. A fene egye meg, ha nem találjuk meg a kocsit. Így. Remélem, ezzel minden el van intézve. Hol van egyébként, aki a javítást végezte? Úton. De a borra valót nekem is adhatja. Mondja csak, mit csinált az összetört darabokkal? Ócskavas lett. Jó munka. Semmit nem lehet látni. Igen. Mintha semmi sem történt volna. Hol a sárvédő? Megkapja, ha ideadja a pénzt. Képtelen vagyok ennyit összeszedni. Csak egy orvostan hallgató vagyok. De ott van az apja. Kiváló orvos, és van egy magánklinikája. Ezt honnan tudja? A biztosítónál megadták a címet. Megnéztem, hol lakik.
Le a kalappa. Pazarvilla, drága környék. Amiről csak álmodni lehet. Az apámnak van pénze, ez igaz. De nekem nincs. Megengedi, hogy ott lakjam. És az autót is ő adta. De benzinpénz nincs. Na igen, de ha a fiú bajban van, a papa kihúzza onnan. Az apám egy zsarnok. Ha rájön, hogy mi történt, biztosan kinyír. Az bizony baj. Nagy baj, de semmi pánik, nem olyan rossz a helyzet. A papának is van veszteni valója. Miért? Mire gondol? Ha a fiacskájáról kiderül, hogy részegen gázol... A rohadt. Nem tudom, hogy mit tegyek. Maga nem tudja, mennyire félek az apámtól. Magának fogalma sincs. Persze, hogy fogalmam sincs, és nem is érdekel. Nem érti meg. Az apámnak rengeteg pénze van, de soha az életben nem adna nekem 1 milliót. Nem kell berezelni. Elegem van már a maguk fajtájából. Drága autót vezetnek, és minket utolsó szemétnek néznek. Már nagyon elegem van az ilyenekből. Elhiheti. Most az egyszer fordult a kocka. Én mondom meg, mi történjen, nincs más választása. De hogy szerezzem meg a pénzt? Nem adhatom el az autómat. Az apám rögtön kérdőre vonna. Akkor nem marad más hátra, megyek a rendőrségre. Legelőször is megtalálom a sárvédőn a vérnyomokat. És ahogy azt a szabály előírja, bejelent. Ezt nem teheti meg! De megtehetem. Nem. Most megöli magát? Jól teszi, valamelyikük végre elhullik. De rohadt disznó! Ez nem a maga éve. Először gázolás, és most még egy gyilkosság. Meg akart engem... Zsarolni, tudom. Sajnos észrevettem. Ma akartam értesíteni a rendőrséget, de... éppen olyan gyenge vagyok, mint maga. A dupláját akarom annak, amit ő kért. Holnap délig. Különben magasabb lesz a vár. De hogyan? Hogy csinálja? Nekem... édes mindegy. És ne próbáljon csőbe húzni. Én nem vagyok ostoba. Különben nem lennék itt. De... hívjon fel holnap délelőtt. Megmondom, hol találkozunk, és ott maga is megkapja, amit akar. Hunert anyja azt mondja, nem azért bánkódik, amit a fiával tettek. Ez minden, amit a fia meggyilkolásához fűzött. Ez az asszony reggelire megiszik 4 sört kísérő nélkül. Egyedül él, elvált. Az egyetlen, amit ismételgetett, hogy a fia nagyon jó lelkű volt, és hogy mennyire kihasználta őt a főnöke. Nem gépkocsi szerelő volt? Ellenőriztétek a műhelyét? Igen, utána kell néznem. Hová is tettem? Na, itt van. Pillanat. Igen, a prakautószerviz. Az információ negatív volt. De utána néztem a műhely bevételének, és valahogy nem stimmel a kassa. És miért nem néztétek még meg? Richard, tegnap már tényleg nem volt időm. Különben is Tokinak most éppen ott kell lennie. Ilyen nincs. Nincs. Gerti Wallner ellen semmi, a kávézó tulajdonosáról szintén. Az autó eltűnt, mint szamár a ködben. És most még ez a Kunert gyilkosság is. Mi van egyébként a fickó boncolásával? Felejtsd el. Semmi. A saját csavarhúzójával szúrták melbe, ami előtte ott heverhetett az autója ülésén. Ráadásul redőzött, így nincs se új lenyomat, sem semmilyen más nyom. Na?
Megvan az autó. Szuper, Stoki. És hol van? Hogy most hol van, azt nem tudom, de az biztos, hogy ott volt. Kérlek, Rex, ne, új zakó van rajtam. Kérlek, hagyd abba, Rex. Igen, látszik. Az árcédula még rajtam van. Jaj, ne. Jaj, hagyjál, kérlek, ne. Menj máshova játszani. Menj már. Na, mesélj. A műhelybe mentem, ahol Kunert dolgozott. Egy Zeid nevű fickó volt ott. Valahogy az volt az érzésem, hogy hazudik. Gyerünk, Stoki, ma még dolgoznunk kell. Igen, azon vagyok. Szóval, találtam egy szervizt, ami együtt dolgozik egy fényező műhelyjel 3 utcával arrébb. Ők csinálták meg a kocsit. Mit gondolsz, ki volt a megrendelő? Kunert. És ez a másik szerelő, ez a Zeid, biztos, hogy tud valamit, mert azt mondta, hogy az autó náluk volt, érted? Értem. Gyerünk, nézzük meg még egyszer. De hát én most voltam ott. És mit csináljak én? Te szerzel egy házkutatási parancsot, mielőtt valaki bepanaszolna. Az ott... Zeidl. Mi van? Az autóban Zeidl. A kutya ott van hátul. A fenébe rám parkoltak, nem tudok kiállni. Szállj be, Stoki, gyerünk! Hát ilyen nincs. A teherautó eltűnt. Rex meg ott van hátul. Gondolkozz, Stoki. Vár csak. A fényezőtől megtudtam, hogy hová szokták vinni a sérült darabokat. Azt mondták, hogy a 23. kerületben van egy raktár. És a cím? Azt nem kérdeztem. Rendben, Höllerrel utána néz. Mi megyünk a 23. kerületbe. A teherautó csomagtartóján van. És hová telefonáljak, ha a fényező nem tudja megadni a címet? Telekkönyv, ipartestület, városi tanács. Mi a cég tulajdonos neve? Rendben. Már is utána nézek. Jó, de ha lehet még ma. Szervusz. Mióta vezetsz kamiont? Már 15 éve, miért? Csak kérdeztem. Forduljon meg, és jöjjön utánam. Tudnád részletesebben? Jó, rendben, megyünk tovább. Tehát, ilyen cégnél valott nincsen raktárépület, de Höllerer kipuhatolta, hogy van egy telkük a Trieste utcában. Az az utca iszonyú hosszú. Nincs valami házszám? Sajnos nincs.
Mondd csak, látsz itt valahol raktárterületet autóroncsokkal? Talán egy kő vagy plakátfal mögött van. Jól tette, hogy elhozta a pénzt. Mindkettőnknek, érti? Hogy rendezte el a pénzt az apjával? Mesélt neki Kunertről? Nem, csak a balesetről. Belátta, hogy rámehet a tekintélye. Kunert még most is élhetne. Bár akkor én nem lennék itt. Lehet. És mi van a sárvédőmmel? Megkapja. Állj! Maradjon ott! Ott van bent. Figyeljen! Akkor kapja meg, ha a kocsiban ülök. Előbb elmegyek. Kellemes dolog volt önnel üzletelni, princ úr. Zeidl úr, bűnügyi rendőrség szálljon ki. Mi szépet csinál itt? Egy kis zsarolás, mi? Megölte Kunertet, hogy egyedül kasszírozza be a pénzt. Nem én öltem meg Kunertet, ő volt, a saját szememmel láttam. Na? Ez mentőautó, mondja? Mi? Maga elgázolta Herbert Wallnert, aztán a hullát a kocsijába rakva, a vasúttöltésre vitte, de előbb eldobta a papírjait. Nehogy kiderüljön a személyazonossága. Vagy? Mi? De maga vérnyomokat hagyott, egészen keveset. Nem takarította el mindet. Letartóztatom halálos gázolásért és Kunert úr szándékos meggyilkolásáért. Az ügyvédem nélkül nem mondok semmit. Szeretne egyet? Tessék. De egyben terhelő tan. Na, te szökevény! Egyszerűen csak úgy felugrasz a kocsi platójára. Hogy gondolod? Hányszor mondtam már neked, hogy... Nem, jól csináltad. Na? Előbb az irodába megyünk, aztán a saját házunkba.